Jó estét! Bemutatok egy eladó Audi S7-est. Ott a törzskönyve és a forgalmia két kulcsa azonnal elvihető. Az autó Magyarországon újonnan lett vásárolva, amit egy forgalomból úgy tudunk megállapítani, hogy van a B betű, az az első forgalomba helyezés, ez országtól függetlenül, és van az I betű, az pedig az első magyarországi forgalombejegyzés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon újonnan vásárolták. Itt az alvásszám és a rendszám, ez alapján leinformálható, végig Audinál volt szervizeltetve. Itt a széria felszereltségen felüli pontos extra lista. És itt van a... Mindjárt mutatom... szervizmúltja. Ott a 10 km és ott a dátum, mindig ott kell nézni. És ez volt a legutolsó, nemrég. És itt az autó. A kulcsának amúgy a hátulja, az ilyen szép S feliratos. 20-as kerekek vannak rajta. Jár az autóhoz gumi, 4 darab téli gumi. Ez egy nagyon sűrű Michelin mintázatú gumi. És ott a műszakinak az elvárása, ott bent, és lehet látni, hogy az fölött van még bőven egy 4-5 mm-rel. Az azt jelenti, hogy ilyen 6-7 mm közötti ez a gumigarnitúra. Fekete féknyergek. Nagyon ritka, illik az autóhoz. Hogyha valaki nem tudja, hogy milyen autót szeretne, csak úgy nézelődik, akkor nekik egy pár dolgot, vagy aki még nem vezetett ilyen S7-et, ugye ezek dízelek, és nagyon kevés autó tudja, a nagyon dinamikai vagy nagyon dinamikus közlekedés mellett nagyon kevés autó tudja a komfortságot. Mindig a komfortnak a hátrányára megy a sebesség. Nézzenek meg egy videót, a laptimingosok, ők teszteltek ilyen autót, ezt az S7 dízelt, és az ő köridőjükön a dízelek közül ez volt a leggyorsabb. Viszont, amikor meg beülünk az autóba, akkor, és hogyha el kell vinni a gyereket óvodába, iskolába, akárhova, azt ugyanolyan kényelmesen tudjuk megtenni, mint egy A3-as Audiba, ami kiskerékkel rendelkezik, nem sportfutóműves, és ez egy nagyon ritka párosítás. Talán az Audiból, ami ugyanezt a dupla funkciót tudja, az az RS6. Az még egy ugyanilyen autó, hogy tud, nagyon picit mozgok, hogy kapcsolódjon világítás. Így. Hogy tudja a nagyon komfortos utazást, és tudja a dinamikus haladást is.
Igyekszek lassan és egyértelműen videózni, hogy jól lehessen látni az állapotát. Milyen jó formája van. Érdemes megnézni ezt a videót okos tévén. Sokkal jobb minőségben láthatják, mint akármilyen más eszközről nézik. Ennek hangolható a kifogója. Nagyon, itt is ugyanazt tudom elmondani, hogy nagyon kevés autógyár csinált olyan jó minőségű hanggenerátort, mint ami ebben az autóban van. És teljesen mindegy, hogy milyen márkát és milyen modellet viszonyítunk hozzá, hogy a sokkal drágább BMW, Mercedes, vagy akármelyiket. Nagyon-nagyon-nagyon, talán egyszer vagy kétszer hallottam ilyen minőségű hanggenerátort. Hanggenerátorokkal mindig az a gond, hogy olyan gagyi, hogyha valaki sokat vezetett már V8-as autót, és megszokta az igazi hangot, akkor ő neki ez alapból, közben mutatom a világító küszöböket is, alapból feltűnik, hogy teljesen más a hangzásvilága, és ennek az autónak iszonyat szépen szól. Talán ami vetélytársa lehet, ez a BMW-nek a motor hangja, de ott viszont csak ilyen motor hang van, nem pedig hanggenerátor, és teljesen más a kettő különbség, de hogyha a minőséget nézzük, akkor a BMW-nek van. Hasonló szép kifogó hangja. Van hozzá gyári szőnyeg garnitúrája, ami gumiból van. És az Audi Centrum Budapestnél volt szervizeltetve. Van hátsó klímája is. Majd mindjárt megmutatom. Ugye ez a külső fele bőr, a belső fele pedig alkantara. És ezzel a világos szürke színű cérnával van varva az összes díszvarrás. Hogyha valaki szereti a finom harmóniát. Ugye a fekete külső, fekete belsőnél sok harmónia nincs. Van kibeszállás segítő program. Ez mindig a memorizálható ülésnél van. Mindjárt megmutatom közbe a hátsó klímáját. És természetesen hogyha valaki zenemániás, akkor az Audinál ragaszkodjon ez a hifihez, mert ő tudja azt, amire vágyik egy prémium hifis vásárló. Itt tudja a sávtartót, igazából tudja az önvezetést. Kormányoz magunk helyett. Ugye az alkantra ülés nehéz videózni meg fotózni, mert az ilyen. Elindítom, mert az előbb csak rátettem a gyújtást. És akkor végigmegyünk itt ezen a műszerfalon. Bekötöm magamat, hogy ne világítson ott az a piros.
és amire nagyon-nagyon sokan irigykednek, hát itt ez mindent elmond. Az elmúlt 161 ezer kilométernek az átlag fogyasztása 7,6. És 49 km per óra az átlag sebesség. Ez hosszabb távú, például egy budapesti autó ilyen 25-30 között van. Hogyha már járnak vidékre, akkor fel tud menni 35-re, nagyobb maximum 40-re. Hogyha valaki rendszeresen használja hosszabb távokon az autót, akkor jön ki az ilyen 50-60 közötti. Így is lehet nézni a navigációt. És így is. Mindjárt egy picit valahogy lejjebb veszem a belső világítás, hogy jobban lehessen látni. Vagy talán így most jó. Lehet állítani a futóműnek a keménységét. Ezeket lehet állítani. És ezek a vezetési módok vannak. Következő szerviz az ennyi idő múlva lesz. Jobb is rögtön a kijelző. Nem megyek bele az összes halmenübe, csak így végigfutok, rendkívül hosszú lenne a videó. Külön mélysugárzó.
nagyon gyors a kezelhetősége. A hátsó szárnyát lehet manuálisan is nyitni, zárni. Bezárásnál egyfolytában kell nyomni. Hogyha kinyitom, akkor meg automatán kinyílik, ott nem kell nyomni. Elő tudom hívni, amit az előbb megnyomtam gombot, itt ennek a funkcióit. Ilyen a hangja. Na most csipog az autó, mert nyitva van az ajtó. Ez a sima hang. Ezerötszázig pörgetem. És 1500-ig azért nem pörgetem magasabbra, mert már hogyha valaki hangmániás, mint például én, akkor engem ez nagyon boldoggá tesz, hogy nem kell pörgetni ahhoz, hogy a fülemet boldogítsam. Nagyon sok autó úgy van legyártva, hogy csak 3-4 ezer környékén van nagy hangja. Most 2000-ig. Most 2000-ig pörgetem. Nagyon jó és nagyon mély hangja van. Ott lent van az automata reflektornak a visszajelzője. Így. Hát akkor így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!